Szeptember utolsó vasárnapjára tűzte ki az időközi polgármester és önkormányzati képviselő választást a Karcagi Helyi Választási Bizottság. A voksolásra Dobos László korábbi polgármester június közepi halála miatt van szükség. Szeptember 27-ére tűzte ki az időközi polgármester választást a Karcagi Választási Bizottság. A június 13-án hosszantartó súlyos betegség után életének 63. évében elhunyt Dobos Lászlótól június 24-én vettek végső búcsút. A politikus 2002-től 2010-ig volt a Nagykunság fővárosának alpolgármestere, majd 2010-től polgármestere. A 10 évvel ezelőtti helyhatósági választáson a szavazatok 79%-ával választották meg. 4 évvel később is nekiadtunk bizalmat. Akkor 67,5%-kal választottuk polgármesternek. Az októberi önkormányzati választáson hatalmazták fel a választópolgárok arra, hogy megkezdhesse a harmadik polgármesteri ciklusát, ugyancsak 67%-ot meghaladó eredménnyel. Ugyanekkor önkormányzati képviselőnek is megválasztották a város 5-ös számú egyéni választókörzetében. Halálával mindkét poszt megüresedett. A Karcagi Helyi Választási Bizottság ülésén úgy határozott, hogy az időközi polgármester és önkormányzati képviselő választás szeptember 27-ére tűzi ki. Az időközi polgármester választás eredményének jogerős emelkedéséig, illetve addig, míg az új polgármester leteszi hivatali esküjét, a polgármesteri feladatokat Gyurcsák János alpolgármester látja el Karcagon.